1997. május 8-án vette fel iskolánk Lánfalusi Sándor nevét. Azóta minden éven megemlékezünk az ő születésnapjáról, mely szeptember 11-e. Az első években csak osztályszinten, majd 2003-ban kialakult egy olyan hagyományunk, hogy iskolaszinten emlékezünk meg a névadónkról. Itt az iskola udvarán, ahol az emlékére egy tölgyfát is ültettünk. Idén egy kicsit rendhagyó módon emlékezünk meg róla, és az a célunk, hogy az új tanulóink, akik bejöttek az iskolánkba, megismerjék iskolánkat is, névadónkat is, az iskola dolgozóit is, az iskolánk történetét. 1966-ban aranydiplomával, 1974-ben gyémánt diplomával tüntették ki. Oktató munkájáért kormánykitüntetést kapott. Utolsó éveit a Balaton melletti Ábrahám hegyen töltötte, a szőlőjében pihent és dolgozott. 1975-ben a lenti fűrészüzem felújításakor ő mondta volna az avató vezéret, de helyette csak a szomorú hír érkezett, 1975. augusztus 4-én meghalt. Az alai emberek ma is melegszívű, nagy tudású szakemberként tisztelik, aki sokat tett az alai erdőkért és az abból élőkért. A hagyományos megemlékezés után egy kicsit rendhagyó módon különböző helyszíneken fog zajlani a mai napunk. Az első helyszín a tornaterem lesz, ahol Lánfalusi Szeretlek néven egy vetélkedő lesz, amely egy kicsit interaktív, egy kicsit kulturális, egy kicsit vicces, egy kicsit vidám. Több feladaton kell a gyerekeknek helytállniuk. Ehhez már elő is készültek. Az első feladatuk az volt, hogy plakátot készítsenek iskolánkról és a névadóról. A második helyszínünk az csak egy kiindulási pont. Várossportjára kell menniük a gyerekeknek, szintén az iskolánkkal kapcsolatban, különböző feladatok keretébe. Adatokat kell gyűjteni, helyszíneket kell megkeresni. A végállomás az az Erdészeti Múzeum, ahol szintén a múzeummal kapcsolatos tárgyi emlékeket, adatokat kell a feladatlap alapján kitölteniük. A kettes teremben Lelkes András fog előadást tartani a gyerekeknek a zalai erdőkről, az előadás után pedig egy totót kell kitölteniük az előadás anyagából. Ezekből a feladatokból fog kialakulni a végeredmény, és az első három helyezettet szeretnénk majd tárgyutalomba is részesíteni. Hány gyereket mozgat meg a mai program? Az egész iskolát megmozgatjuk. Lényegében több mint 240 gyerek fog a mai napon vetélkedni, egymással versenyezni. Mivel készültök az év további részében? Az idei évünk nagyon mozgalmas lesz. Háromfajta informatika szakkörünk lesz. Lesz egy gazdasági pénzügyi szakkörünk. Ennek a végén például bemutatják a gyerekek, hogy milyen magánvállalkozásokat fognak indítani a képzeletbe, megtanulják minden csinyát, binyát. Különböző kirándulások lesznek, Budapestre többfajta kirándulásunk lesz, mindennapi testnevelés keretében. Lovagolni, teniszezni, korcsolyázni és úszni visszük a gyerekeket. A teljesség igénye nélkül soroltam fel, mert idén nagyon mozgalmas és színes tanévünk lesz, és erre számíthatnak gyermekeink is.